Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Kemeszorel Artúr, szia! Hello, szia, Csaba! Figyelj, egyből azzal kezdem, nyilván 28 milliószor elmagyaráztad már, de hogy ebből melyik a vezeték és melyik a keresztnév? Én azt gondolnám, hogy az Artúr. A keresztnév. De egyértelmű, a Sorel Artúr. Igen. Tehát ugye a Sorel is keresztnév? Sorel is, de hogy igazából, tehát ennek van egy nagyon érdekes története, mert 75-ben, amikor megszülettem, az ilyen nevek azért nem voltak, mint Jennifer, meg nem tudom, Ronaldo a magyar utónevek között. És János, úgy, Gyula, József, igen, Csaba. Ezek ilyen nagyon... Nagyon a tradicionális nevek, de hogy ugye amikor apám megmondta, hogy akkor Kembe Sorel lesz az a gyerek, azt mondták neki, hogy ilyen név nincs. Hát azt mondja, Józsi nem lesz belőle, az biztos. És akkor néhány hét húzavona után, még akkor volt itt Magyarországon kongói követség, apám kongói, igen, a francia részére, nem a belga. És akkor ott még anyakönyvhivatal, mindenki összedugták a fejüket, és akkor lett egy ilyen kompromisszumos megoldás, az Artúr. De azt se akarta apám, hogy az hosszú úval írják, tehát az is, hogy TH rövidú lett, tehát a kompromisszumon belül is lett egy kompromisszum. Na ezért nem volt nekem egyértelmű, hogy az Artúr így TH-val, rövidúval, az most vezetéknév, keresztnév. Az kereszt, ugyanígy. De mindenki hosszú úval mondja. Te hogy mondod az Artúr? Artúr. Igen. Jelent valamit az, hogy Soler? Sorel. Van a... Lehet, hogy felserélem néha az elt meg az ert. Semmi baj. Sorel. Hogy nekem van egy nagyon kedves cimborám, a Kemon, úgy hívják, az Ári Mafiából, és ő ugye Karib térségből származik, és mondta, hogy a Sorel kettő darab ellel az egy növény, kint, amiből karácsonykor szoktak ilyen nagyon, nem tudom, ilyen piros vastag szárú, vagy vastag szirmú növény, és abból szoktak valamilyen üdítőt csinálni. És megígérte nekem, most itt remélem ezt hallgatja az adást, 19,5 ezer éve, hogy hoz egy ilyen növényt, de hogy azt a mai napig nem sikerült megcsinálnia, de nyilván nem olyan egyszerű. De ezek szerint ott Kongóban nem jelent semmit. Tehát, hogy... Nem, a Kembe az jelent valamit, azt édesanyám kutatta le, ez olyan, mint a doromb, de hogy több ilyen fémbigyón lehet játszani, és akkor azt így pengetni kell. De ugyanúgy a szájon belül nem, szólal meg? Nem, ez nem. Olyan, tudod, mint amikor tekered ezt a kis karácsonyi nótákat játszó bigyót, és de ezt kézzel csinálod, és ilyen fémlapok különféle. Tehát egy hangszer tulajdonképpen. Egy hangszer vagyok, igen. De ez egy kongói népi hangszer? Vagy egyáltalán kongói? Afrikai, ott van só. Hát itt viszonylag egyszerű, tehát nem nagyon van elektromos gitár, tehát a tradicionális zenélésben, úgyhogy ott minél egyszerűbb dolgokat is meg tudnak szólaltatni. Annyira érdekes volt, ezt nem tudom, te figyelted-e, én mindenre figyelek, vagy próbálok ilyenkor figyelni, hogy azt mondtad, hogy édesapád kongói, a francia részről, nem a belga. Persze, mert ez miért fontos? Azért, mert nekik az fontos, de meg hogy ez földrajz. Tehát amikor azt mondod, hogy Kongó, akkor mindenki rögtön azt gondolja, hogy a nagyobbik, de nem, hát kettő van. Tehát hogyha már lehet, akkor egy picit edukálni, akkor edukáljunk. Van a francia Kongó, a francia gyarmat, a volt francia gyarmat, az egy kicsi, neki van tengeri kijárata a guineai öbölre, és van a nagyobbik Kongó, a demokratikus köztársaság ex-Zair, ahol a Mobutu Sese Seko volt a főnök, aki ilyen leopárd mintás sapkában diktátorkodott egy pár évtizedig, és az egy belga gyarmat lett, mások Leopold királynak a magángyarmata. Most ez csak, hogy a méreteket lásd, meg hallja, tudják remélem a hallgatók is, hogy olyan távolságok vannak abban az országban, mint Budapest-London. Tehát volt egy országon belül. Országon belül, és az a magán birtoka volt egy fickónak. És ehhez képest a francia... A francia Kongó az Kongó egy pici. Ennél jóval kisebb. Magyarországnál háromszor nagyobb, de lélekszámát tekintve mondjuk a egyharmada. És ott nyilvánvalóan franciául beszélnek? Tehát, hogy ezt jól gondolom? Hivatalos nyelv a francia, igen. És van olyan, hogy kongói nyelv? Van több. Hát van a Lingala, a Kikongó, ezeket így hallom, meg tudok róla, meg lehet, hogy tudok köszönni egy jó napot ott valakinek, de hogy ezeket én nem, tehát egyáltalán franciául beszélek. Az egyszerű fogalmazás kedvéért, a belga kongói és a francia kongói nyelv, nem a francia meg a belga, hanem a kongói nyelv. Ugyanaz? Tök ugyanaz a nép, nem tudom. Tehát itt azért működött, Afrikán belül folyamatosan működött itt a történelem során az oz meg és uralkodj nézd meg a Tusi Hutu ellentétet Ruandával. Most itt Kongó, hát egy folyó választja el őket, mittől lenne tök más a másik. De teljesen ugyanaz, csak nem tudom, valamilyen nem szeretik egymást, tehát ez ilyen furcsa.
És beszélsz franciául, éltél is ott, ha csak rövid ideig is, de kongóiul beszélsz? Tehát van olyan kongói nyelv, amit te megértesz? Ezt tudom, hogy mikor köszönnek meg, de egyébként meg ez rettenetes. A apámnak a baráti társaság, amikor átjön, ők mixelik ezeket, tehát a magyart, a franciát, meg a helyi dialektet. Néha, amikor mondjuk 13 szóból megvan az, hogy akkor ebéd, kés, és nem érted az összes többit. Tehát nagyon érdekes így egy ilyen családi összeröffenés. De ők direkt csinálják, hogy te ne értsd, mert az én nagyszüleim, amikor én gyerek voltam, direkt németül beszéltek, amikor azt akarták, hogy én ne értsem. Nem, egyáltalán nem. Ők így beszélgetnek és így kész. Tolják. Aha, mert hát minden, a baráti társaság az Magyarországon tanult annó, ugye 70-es, 80-as években nyilván beszélnek magyarul, nyilván beszélnek franciául, és nyilván szeretnek megszólalni a saját tradicionális anyanyelvükön is. Szóval így, hát így mix. Hát most néha rájuk szólunk. Amikor élt az én a nagymamám, a magyar nagymamám, azért mindig rájuk szólt, hogy fejezzétek már be ezt a nyelvet! Nem értek semmi! Látom magam előtt a nagyit. Óriási ott a fakanál. Akar kapcsolódni, és nem ért semmit. Igen. Ez jó. Kembe Szorel Artúr, a mai beszélgető társam, a neveden túl jutottunk. Hányadszor mesélted el a sztorit? Hát ugye 7000, nem tudom a pontos számot. Jó, de itt a retrón talán először. Viszont nagyon színes a te életed, és én nagyon szeretem azt, amikor valaki ennyi mindenbe belevág. Én azt látom, hogy te egy ilyen nagyon telve vagy önbizalommal, és nagyon bátor srác vagy. Ha valamiről úgy döntesz, hogy ebbe belevágsz, akkor nem a negatívumokat sorolod, mint nagyon sokan mások, hát igen, az azért nem lesz jó, mert akkor itt fogok belebukni, ezért nem lesz jó, stb., hanem ha valami neked eszedbe jut, akkor mész és csinálod, nem? Persze, mert hiszek abban, hogy azért tehát minden megtanulható. Aki profi abban, amit mondjuk én még nem tudok, azt ő is megtanulta. De, és ugyanaz a koponyám alatt ugyanaz a szerv van, mint neki. Vannak benne tekervények, hipotalamusz, kis agy, jobb esetben ezek kifejlődött, és ettől perctől kezdve én azt gondolom, hogy ha azokat az impulzusokat megkapom, akkor én is meg tudom tanulni. Nyilván nem agysebészetről beszélek most éppen. De, rólad ezt képzelem, ha téged az érdekelne, akkor addig mennél, amíg nem tudnád. Hát lehet, egy kicsit hosszabb ideig tart, az biztos, de nem, én azt gondolom, hogy bele kell vágni, nekem nincs olyan nagy ez a biztonsági, érzelmi biztonsági zónám, tehát nem olyan szűk, hanem egész széles, tehát én azt mondom, hogy ha elbukok, akkor megyek tovább, ebből tanulok, legközelebb tudom legközelebb azt, hogy mit nem kell csinálnom, és ez egy tanulás, nem egy ilyen iszonyatos trauma, hogyha nem sikerül valami. Az embereknek általában trauma, és akkor magukba burkolózva, meg visszahúzódnak, és akkor jaj, nem. Meg neki futnak még egyszer, és ugyanazt akarják, hogy előbb-utóbb majd átpasszírozza valahogy a sorsán azt, amit ő elképzelt. Igen, meg nagyon jó nulláról valamit fölépíteni, és a tudás, hogy te nem tudsz valamit, az is egy nulláról kiinduló pont. Pont a lányomnál láttam ezt, amikor így elkezdett magabiztosan már írni, olvasni, akkor azt mondja, hogy hát figyelj, akkor én most akkor írok egy mesét, és akkor tök imád írni, és akkor imádja elmondani, mit tanult az iskolában újat. Nyilván nekem nem új, de hát hagyom, hagyd beszéljen, tök jó, mert látom, hogy élvezi azt, hogy tud valamit. És ugyanez, tehát a nulláról valamit fölépíteni, az egy ilyen, hát ez egyfajta fétis nálam nyilván. Ha már a lányod szóba került, mennyit vagy hajlandó beszélni a családról? Nem beszéltük meg előre, hogy vannak-e tabu témák, de most te behoztad a lányodat. Nincsen, abszolút nincs. Beszélni nagyon szívesen, mert imádom, persze. Csak mert tudom, nyilván, amikor az ember készül egy beszélgetésre, te tudod a legjobban, akkor sok mindent utánolvas, és én láttam ezt, hogy te azért harcoltál, hogy többet láthasd a lányod, mint amennyit mondjuk a magyar jog megenged. Igen, de én ma már nem harcolok, tehát nem úgy harcolnék, mint annó. Mert az ember ugye nyilván előbb-utóbb lenyugszik, érzelmileg fixálja önmagát, meg átgondolja, hogy milyen hibákat követett el. Ha jelen akarsz lenni a gyereked életében, akkor jelen leszel a gyereked életében. Teljesen mindegy, hogy melyik bíróság mit ír le. Mert előbb-utóbb neki is lesz igénye arra, hogy még egyre több igénye lesz arra, hogy veled időt eltöltsön, és ez legyen minőségi idő. Nyilván a hallgatók most összerakják a képet, de ha valaki nem tudná, ezért van ez, vagy azért beszélgetünk erről, mert volt egy válás is, ami hozta ezt a helyzetet. Igen, volt. De az a helyzet, ami most van, tehát amennyi időt most tudsz tölteni a lányoddal, azzal elégedettek vagytok mindketten, ő is, te is? Persze, meg hát nyilván napi kapcsolatban tudunk lenni, hogyha arról van szó, de most már annyira nyitott az ügy, hogy akkor jaj, nem tudsz segbe segíteni, jaj, nem tudsz. Én is volt, amikor lemondtam, pedig le van írva a bíróság által, hogy mikor lehetsz, mondtam, hogy nem tudok lenni vele, mert hogy én most forgattam egy filmet. Aha.
De hogy nem esik már nehezemre, régen ez egy sokkal, sokkal rosszabb érzést váltott ki, mert mondom, van, bepótoljuk, fölhívom, megbeszélem vele, figyelmetok, mert forgatok, tudod. Ja, semmi baj, jó van, akkor szia, papá, ezt lerakja. Mennyi idős most? 9 éves. Hát akkor nyilván ezt a helyzetet ő már érti, és tudja is kezelni. Uh-huh, és főleg így, hogyha mindkét szülő így áll hozzá, hogy ezt ilyen rugalmasan is lehet. Ja, jó, oké, zárójelbe tettük, de most ez a, fontos volt megbeszélni, mert ezzel is sokan szenvednek, és milyen érdekes dolog az, hogy tanúságként szolgál a híres embereknek a története. Én csak azt ugyanabban mondani, a cipőben jár, nagyon sokan. Igen, azt tudom mondani, hogy ne, hogy állapodjon meg mindenki. Mert teljesen fölösleges küzdeni. Kidobnak egy raklap pénzt ügyvédre, aki bukja a pert, az még a perköltséget is kifizet. Valaki úgy is sérül, a gyerek meg még jobban sérül. Állapodjanak meg. Mármint, hogy egymással a felek. Egymással, persze. Na de hát ez a legnehezebb, ezért fordulnak mediátorhoz, ügyvédhez, nem a joghoz. Tudom, tudom, de ettől függetlenül meg, ezt nem megvolt. Tehát akkor végül nektek is sikerült a volt feleségeddel megállapodni. Hát miután már lezajlódott az egész dolog. Tehát miután elköltöttek egy csomó pénzt. Egy raklap lét elköltött. Szóval igen, de ez saját tapasztalat. És azért mondom, hiába mindenki emocionálisan viszonyul ezekhez a dolgokhoz, szóval amikor van egy gyerek benne, akkor még emocionálisabb lesz, de hogy ilyen nincsen értelme küzdeni így. Tehát ilyen formán másképp kell küzdeni. Meg kell egymással állapodni, hogyha 27-szer leülsz, és nem sikerül, üljél 40-szer, és majd megállapodtok, mert ez tévhit, hogy elveszi a gyereket, nem beszél senki a gyerekét senkitől, hagyd, hogy lássa, én meg egyébként kell rá az igény is, tehát egy csomó fater van úgy, hogy magasról tesz a gyerekére, és rettenetes nézni azt, hogy miért, tehát nem értem. A vérére, tehát ilyen furcsa ez. Afrikában nincsenek ilyenek egyébként. Tehát ott nincsenek olyan felt a emberi viszályok, hogy meghal a nagymama, és akkor pereskednek a gyerekek a test a házért. Tehát ilyen nem is értik, hogy ez miért van. De válás ott is van? Van, mindenki megy a dolgára utána. Uh-huh. Tehát nincs az, hogy ez közösen szerzett vagyon, mert rögtön jön a matek. Tehát és ez nagyon gáz. És amikor azt mondod valakinek, hogy írjunk házassági szerződést, akkor mi van, nem szeretsz? De nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy mi lesz majd. Tehát ott már nem anyám házára. Tehát ez nagyon furcsa. De várjál, hogyha ott nem marakodnak az örökségen, akkor... A legidősebb fiú elmondja, hogy ki él lesz a ház. És ezt mindenki elfogadja. Mert tudja jól, hogy ki van rászólva. Uh-huh. És kész, nincs belőle feszültség. Ha valakinek mondjuk azt nem értem azt a részét, hogyha 7 gyereked van, minek kell a 10-et is megcsinálni, de hogyha mondjuk megcsinál 10-et, és már azt nem tudja eltartani, akkor elviszi egy módosabb rokonhoz, lerakja, alszik egy estét, és hazamegy, és attól persze kezdve át van adva a nevelése a gyereknek. Nincs gyámhivatal, meg ilyen-olyan eljárás. És fölneveli a gyereket. De ez egész Afrikára igaz, vagy ez Kongóra. Nyilván 54 országban nem jártam, bár jelentős létszámot végtoltam ott a kontinensen, de hogy nem ismerem ennyire mélyre adva a többit. Kongót igen, az így működőképes. Felnőttként mennyit jársz vissza oda, vagy mennyit jártál ott? Még Duna TV-ztem régen ott, ilyen, és műsorvezetői szerepet kellett így betöltenem, nem kellett, nem volt erőszak, itt szerettem is csinálni, és ott volt lehetőség utazni, és akkor csináltunk egy doksi filmet Kongóról, a két Kongóról, ugye amit a folyó választ el, és akkor voltam én utoljára kint 2008-ban, de most már van ugye mindenkinek mobiltelefonja, internet, hát hogyha akarom most a stúdióba fölhívom az unokaöcsémet, aki egészen biztos vagyok benne, hogy ott ő valahol is sörözik. A 75 fokba, mert egyébként most ott van nyár. Jaj, de nagyon sajnálom őt. Én is tudom. A legkomolyabb, amikor az iszonyat Covid lezárások voltak, és akkor mindenki otthon ül, és a többi, és akkor ott levelez, hogy beszéltünk telefonon, és nem, te mit csinálsz te? Hát ezt szülök egy ilyen helyen, azt csörözök. Mondta, ott nincs Covid? Hát volt. Volt. És te miért vagytok még otthon? Hát mondom, de az ugyanaz a dolog, még mindig gördül előre, és mondja, nem érnek, itt már nincsen, mert nekik volt sok más jellegű probléma, ilyen, hogy malária, tifusz, kolera, ebola, tehát ezek olyan dolgok, amik jobban foglalkoztattak. De épp ezért ők jobban fel is voltak készülve talán egy ilyen járványra, vagy... Ott az van, hogy a szociális háló nincs. A szociális háló maga a család, és nincs öregek otthona. Tehát az első hullám letarolta az öregeket. De hozzá vannak szokva, hiszen a malária is leszokta tarolni az öregeket, a tifusz, a sárgaláz, meg a kolera is. És ettől a pesztől kezdve nekik az életük nem
változott meg minőségében, mert meghalt egy idősebb rokon, ahogy egy éve is meghaltak az idősebb rokonok. Eltemették, meggyászolták és élték az életüket. És a legidősebb fiú kijelölte, hogy ki lesz az örökség. Így van. Figyelj csak, és a rokonság mekkora ott? Hát nagy apámnak 12 testvére van, ugyanez a mértékű szaporodás folytatódott, úgyhogy nagyjából nem tudom, hogy ki kicsoda már. Engem ismernek, mert én vagyok a legidősebb fiú fia. Igen. És neked nincs testvére? Tehát édesapádnak egy gyereke van, te? Igen. Aha. Mondjuk az nagyon, nagyon furcsa, mert amikor apám bejelentette 74-ben, hogy majd elvesz egy fehérnőt feleségű anyámat, akkor mondták neki, hogy figyelj, hát ez nem jó, mert a európai nők azok alig tudnak szülni, biztos valami bajuk van. És de várja, egyedül lettem. És bejött. És azt mondják, hogy látod? Látod, én megmondtuk. Igen. Kembe Szorel Artúr, a mai beszélgető társam, még mindig beszéltünk arról, hogy te ki vagy, mi vagy. És hát ezer riportban mindig felsorolják, hogy a te titulusaidat, meg hogy mi minden voltál eddig. Én elmondom azt, hogy én hogy ismertelek meg, de talán te is emlékszel rá, 2004 volt. És én akkor még a Danubius Rádióban dolgoztam, és akkor pont volt egy ilyen lehetőség, hogy az olimpiai drukkereknek készíthettünk rádió műsort abból a kempingből, ahol az olimpiai drukkerek el voltak szállásolva Athénban. És amikor ültünk fel a repülőre, akkor jött a Tvrtko, és hozta a kameráját, meg ott bevitt minket a repülőtérnek a várótermébe, és ingyen lehetett inni, mert valami VIP volt. És akkor persze beszélgettünk, hogy ő miért megy ki, és akkor mesélte, hogy hát van az Artúr barátja, aki magyar ugyan, de a kongói vívószövetségét megalakította, és hát vívóként fog indulni az olimpián. És én ott ültem a kongói olimpiai bizottság nagyon szép népviseletbe öltözött tagjai mellett, mögött, között, amikor te ott voltál a páston. Igen. Ne, komolyan. Képzeld, én ezt láttam élőben. Betoljok, de jó. Hát mondjuk nem vagyok benne a filmben, amit utólag sérelmezek. Na, és hát nyilván ezt a sztorit is elmesélted már, de az, hogy te kikerültél az olimpiára, annak volt valamiféle múltja, mert hogy te gyerekkorodban vívó voltál, és most menjünk vissza a gyerekkorba, hogy te vívóként, gyerekként milyen eredményeket értél el? Voltak olyan eredményeid, amiről azt gondoltad, hogy ez mondjuk az életed része lesz a vívással, amíg élsz? Persze, hát ugye a korosztályos versenyeken az első egy-két évben döntő, aztán érem, aztán utána volt verseny, amit nyertem, országos bajnokságot is nyertem a Honvéd a csapatban. Uh-huh. Tehát itt... És voltál akkor? 17 éves koromig vívtam én. De akkor körben. Ha ilyen sikeres volt, de miért hagytad abba 17 éves korodban? Elkezdtem elmenni tanulni, mert nyilván otthonról jönnek az impulzusok, hogy hány diploma, annyi ember, és akkor én... És a vívás mellett nem megy, hát... Hát valamiért... Szilágyi Áron is tanul, meg tanult ember, hát, igen, hát és még mindig vív, tehát, hogy... Ja, de valamiért így nem, valamiért így akkor így elmentette a kedvem, és akkor mondom, jó, akkor legyen az a tanulás kérdéskör első körben, és akkor elmentem az álmig, az utási főiskolára, aztán utána végigjártam mindenfajta iskolát is, de valamit befejeztem, valamit nem fejeztem. De könnyen abba hagytad? Most maradjunk a vívásnál. Tehát ilyen azért volt, hogy jól tanulok? Nem, dehogyis. Hát tök nehéz volt. Hát imádtam, én nagyon kicsi gyerekkorom óta vívtam akkor. Uh-huh. Szerintem akkor 10-11 éve vívtam már. Tehát 6-7 éves koromban kezdtem el, akkor választott ki ugye a mesterem, a későbbi mesterem, aki aztán a kongói szövetség kapitány is lett, a Decsi István, de neki a Tomika, a Decsit, bocsánat, én így hívom, mert nagyon régóta ismerjük egymást, ő most válogatott kerettag, ugye, a csapatban a Decsi Tamás, a Decsi Andris, ő az Áronnak az edzője, tehát egy ilyen vívó dinasztia, és az István, ugye a Decsi István az én edzőm, a mesterem, ő akkor volt fiatal edző, és akkor az első csoportjában én benne voltam, és én volt az első tanítvány nemzedéke. Tehát így nagyon én megszerettem, meg hát őt elég meghallgatni egyszer, mondjuk az egy hosszas beszélgetés lesz, hogy ő a vívásról beszél, meg ilyen 7-8 órát kell ülni egy helybe, de megszereted, és én is megszerettem. A vívás nyilvánvalóan egy tradicionális magyar sikersport, hiszen az olimpiákon, meg hát a világversenyeken baromi jó eredményeket értünk el. De neked miért lett pont a vívás? Azt tudom, hogy valami feszültséglevezetés volt, de pont a vívás vezeti le a feszültséget, azt ilyen úri sportnak gondolnám. Hát azért oda lehet vágni egyet-kettőt.
hogyha valakire haragszol, nem, most viccelek, de hogy én nagyon verekedős voltam általános iskolában, nagyon sokat be is szóltak, hogy így a hajamra, a bőrszínemre, stb., és mindig megtoroltam ezt, és akkor az iskola vezetés mondta a szülőknek, hogy ezt azért valahogy ezt meg kéne oldani, ezt a dűruhalmokat, már nem dűruhalmom van, csak megoldom a problémát. Ugye és... ebből én azt gondolnám, hogy egy hagyományos szülő, nem tudok most, nem akarok semmiféle jelzővel senkit megbántani, de azt mondanátok, hogy legyen birkózó, boxoló, valami küzdősport, ahol ezt az energiát, ahol ezt a felgyülemlett dühöt át tudja fordítani egy olyan energiával, ahol sikeres tud lenni. De ők tudták, hogy nincs bennem düh. Aha. Viszont ez a vívás egy, tehát volt egy praktikus oka is, mert én a Labda utcai általános iskolába jártam, itt most már Pető Sándor utcai általános iskolának hívnak, és ott volt a Hegedű utcai. A Labda jártam. Az valami kommunista volt, hogy meg kellett változtatni? Vagy? Nem tudom, hogy mi bajuk volt. Pető Sándor egy újságíró, ott álltunk a 60 fokba, éppen felavattuk az új suli nevet, érted? Nem tudta senki se, hogy ki az a Pető Sándor, egy újságíróról nevezték el. Maga nincsen bajom, csak hogy a Labda utcát. Igen, nem tudom, ez tök jó hangzik egyébként. Igen. Te is labdás vagy? Mindegy, és akkor a legközelebbi sportolási lehetőség az kb. 60 méterre volt, és viszont tudták, hogy a szülők, tehát ugye nem feszültséget kell levezetnem, viszont ha megtalál a probléma, ami egy hosszú úton megtalálhat, A-ból B-be, akkor én abba beleállok. Viszont 60 méteren nem biztos, hogy megtörténik a baj, ezért az volt a legközelebbi, a Hegedű utcai általános iskolában volt vívás oktatás, és én onnan a suli után átmentem, fordultam balra léptem, vagy 20-at, és ott voltam. Azt az volt a logikája, hogy ilyen rövid idő alatt biztos nem csinálok semmi bajt. Viszont a vívás van egy, és túl azon, hogy ugye van benne egy nagyon komoly tartás, de amikor belépsz a terembe, tiszteletem mesterrel köszönsz. Az idősebbeket mindig előre engeded. Hát ott van egy olyan fajta fegyelem és szabálykövetés, meg disziplina, amit pont az ilyen gyerekekre tökéletes ilyen gyógymódja volt. Nyilván nem akarom lealacsonyítani a vívás érdemeit, de azt gondolom, hogy ez megvan más sportágakban is, de akkor ezek szerint neked erre szükséged volt. Megszeretted egyből a vívó közeget? Nem, mert hát az első évben ugye mondták, hogy vívás, én nekem azonnal ott hú a kardot kezembe, egy évig nem kaptunk kardot, csak lábmunkáztunk, és mondom, te ez nekem nem annyira jó így. Tulipános fanfan meg ilyen filmek azért megvoltak addigra már neked? Meg, de az vicc. Tehát aki sportból vív, és akkor ilyen mozdulatokat lát a tévében, ezt pontosan tudod, hogy megvered 15-0-ra, mert levágtad háromszor, míg mozdult egyet. Hát de fankardal mindenki vívó volt annak idején a 70-es években. De megszerettem utána, amikor attól perctől kezdve, hogy kardot kaptam a kezembe, attól perctől kezdve nem is nagyon akartam elengedni. Drága sport volt ez a te gyerekkorodban? Akkor nem volt annyira drága, legalábbis emlékeim szerint, és amikor ugye én befejeztem 92-ben az aktív vívást, és amikor visszatértem, akkor még nem volt elektromos a vívás, tehát nem volt ilyen lamé, legalábbis a kard. Igen. Nem kellett lamét fölvenni, és akkor nem zárta az áramkör, meg semmi, csak négy oldal zsűri nézte, és akkor levezették az akciót, hogy mi történt szerinted, de ez történt bal találat. Amikor visszatértem ebbe a sportágba, akkor már minden elektromos volt. Na, az fölvitte az árakat, mert ugye olyan sisak, olyan nézített minden. Jó, de hát akkor meg már Kongó fizette. Na, majdnem. Na, innen folytatjuk, jó? Kembe Szorel Artur olimpikon. Ott voltál az olimpián. Sőt, hát ha beírod nem tudom, te szoktál magadra keresni, tehát beírod a neved a Google keresőbe, és egy angol nyelvű Wikipédia oldalt ad ki, hogy te egy olimpiai vívó vagy. Hát de tény, igen. Ez nehéz. Mintha nem lenne más érdemed, de hát azért van. Na de hogy ezt te találtad ki? Mert én úgy emlékszem, mintha a Trutko azzal turnézott volna annak idején, vagy ezt ő mondta, hogy ő ajánlotta neked, vagy ő beszélt rá téged erre a lehetőségre, hogy hát figyelj, csináld már meg ezt a kongói olimpiai, vagy vívói olimpiai bizottságot. Hát ugye, ennek van, akkor elmondom, hogy mi történt. Jó. Az történt, hogy mi ugye a nagyon kedves gyerekkori barátom a videoklip gyártásba is belekeveredtünk már édes, nem tudom, évtizedek óta, és volt egy Bombon Gangsta Zoli dal, aminek klip forgatás. Na, abban látott szerepelek én is. Na, abban is szerepelt a Fritko. Kapod, amit látsz, vagy, nem, vagy mi a címe, nem, mindegy is. És annak a forgatásán találkoztunk a Fritkóval,
és meséltem neki, akkor már megvolt a kvótám, meg a vív, tehát mindent végigcsináltam, meg kellett nyerni a tuniszi, a afrikai zóna versenyt hozzá. Ja, tehát, hogy az már jóval azelőtt megvolt, hogy te a Fritkot ismertek volna. Igen, tehát már meg kellett korábban alapítani a csak nehogy rosszat mondjuk a Fritkóra, mert várjuk őt is, nehogy visszamondja. Nem, imádom, semmit. Tehát, én is. De, és akkor utána mondtam neki, hogy akkor megyek az olimpiára, mondta, hogy ja, persze, hát 200-valahány magyar sportoló megy, mondta, az oké, csak én kongóiként megyek. Na, és akkor nyílt ki a pupillája. És akkor de várjál, mondtam, és akkor te kongói magyar állampolgár vagy voltál? Én vagyok, kettős állampolgárság van. És akkor mindkét útlevél megvan, tehát így ez abszolút. Tehát akkor ez nem jelentett problémát, nem kellett újra kongósítani. Nem. Meg hát én nem indultam a ugye kis még. Arturkát, igen. Van egy olyan szabály, hogyha jól tudom, hogyha valami országnak a színeibe indulsz, akkor tehát nem lehet így nagyon váltogatni. Tehát nem volt előtte válogatott, magyar válogatott. Igen, meg hát 10 év kiadás után, tehát azért hát tényleg én nekem kellene Luke Skywalkernek legyek, hogy a magyar válogatottba bekever egyet, a kardvívó válogatottba 10 év kihagyás után, szerintem nem működik. Tehát nagyon erősek, túl. De várj, akkor most hadd kérdezek már bele, hogy ez járt pénzzel? Tehát, hogy te miért akartál kongói vívó olimpikon lenni? Hogy elmenjek egy olimpiára sportolóként. Nem kellett hozzá. Tehát akkor már rég nem sportoltál ráadásul. Hát de ez volt a kihívás. Nem kellett beszednem hozzá bogyót, nem kellett dopingolnom, nem ki kellett találni egy rendszert, ami működőképes. Meg kellett alapítani egy szakági sportszövetséget egy országban, ahol még nincs. Mert hogy ott nem volt vívás. Nem volt, megalapítottuk, lejelentettük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lejelentette a Nemzetközi Vívószövetségnek, pipa, el kellett indulni a versenyeken. Szállal Istennek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak van egy olimpiai szolidaritási alapja, ami pont az ilyen országokba pumpál egy kis pénzt ahhoz, hogy az a sportolók egyáltalán úgy egyenek, legyen felszerelésük, el tudjanak utazni. És azért kaptam egy 800 dolláros ösztöndíjat a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, amivel nyilván el kellett számolni, mint egy pályázati pénzzel, de havonta, vagy aztán negyed évente küldték, igen, havi 800 dollárt, és korábban tudtunk elmenni versenyre. De neked akkor Kongóban kellett ehhez élni, és ott kellett készülni? Nem, dehogy is. Én itt voltam. Itt edzőtáv, a BSC-be jártam, amikor tudtam, hogy a munka mellett edzeni. Az első. Akkor mit dolgoztál? Hát akkor színházaztam is, meg tévéztem is, meg mindent csináltam akkor abban az időben. Hát addigra te már voltál valaki. Igen. Hát valaki. Ja, de hogy nem volt olyan egyszerű ugye neki visszaintegrálódni ebbe a sportba. Mert hát meg nyilván akkor valamit teljesíteni kell, tehát nem lehet az, hogy figyelj, vívó vagyok, az egyetlen kongói, ó, hát akkor gyere az olimpiára, tehát valamit azért meg kell mutatni, hogy tudsz-e. Van kvalifikációs rendszer, kétféle úton lehetett kijutni, az első az a világranglistán legelőkelőbb helyen lévő afrikai kardozó, csak ugye 2003-ban alapítottuk a vívó szövetséget, addig az ott, akkor már ment a kvalifikációs év, tehát voltak előttem bőven emberek. És a második út az a kvalifikációs zóna verseny megnyerése, tehát ott a győztes kijutott a témba. És akkor ezt választottuk, hogy akkor inkább versenyezünk úgy, hogy kvázi tét nélkül, de legyen versenyrutin, és akkor megérkezünk Tuniszba, és verjük össze őket. De ez történt, hála Istennek. És tök egyedül, tehát ki volt a nem volt egy kongói vívó partnered? Nem, hát itt van, a magyar válogatottal készültem. Én a Nemcsik Zsoltal, Feljancsik Domunkossal, Lengyel Tamással, Decsi Andrással, ezeket a... Hát igen, csak valahogy azt gondolom mindig, hogy amikor kimegy egy olimpiára, egy egyéni sportágból valaki, akkor nem egyedül megy ki, hanem hogy van mellette legalább 2-3 olyan, akivel ő tud ott gyakorolni, akivel csapatot alkotnak, ha esetleg válogatottról van szó. Nem, hát azért nagyon szigorú itt a kvalifikáció, tehát azt hiszem úgy van, hogy a vívásban nem is mindegyik olimpián lehet csapatban minden sportág, tehát minden szakág. Tehát volt, amikor kimaradtak a párbajtörőzők, volt, amikor kimaradtak a törőzők, és valamikor ki fog maradni a karcsapat is, ami tehát az egyik legeredményesebb szakág a vívásnak. Szóval nem kell, mert azért mégiscsak itt nőttem fel, itt vívtam a Honvédban, ismertem az összes vívót, tehát amikor bementem egy edzőterembe, akkor volt vívó partnerem, tehát nem kellett hozzá rögtön Afrikából importálni valakit.
Kembe Szorel Artúr a mai beszélgető társam, és ugye ott tartottunk, hogy te kijutottál kongói vívóként az olimpiára. Te voltál az első kongói vívó. Mi van azóta? Tehát, hogy megteremtettél ott valamit? Hiszen nyilvánvalóan, ha már van vívó szövetség Kongóban, ráadásul már van olimpikon, és akkor lehet, hogy ez vonzó lehet az ottani fiatalok számára. Hát, hogyha tudnának róla, egészen biztos vagyok benne, hogy vonzó lenne, mert hogy ott Afrikából ugye hát többféleképpen lehet kiugrani. Az egyik sportoló, a másik politikus, aha, vagy katona a sportoló, talán a leghumánusabb, igen, megoldás a kiugrásnak, de az a helyzet, hogy azóta sincs vívójuk, mert ez egy nekik egy olyan kiugrási lehetőség, ami ha nem is sok utazással, de mondjuk évente egyszer-kétszer elmehetnek majd egy konferenciára, és ott szavazhatnak a valakire, uh-huh, azt valaki finanszírozza. Hát, hogyha azt szoktam mondani az ilyen kérdéseknél, hogyha Kongó 100 halombattán lenne, minden nap lementem volna és cseszegettem volna, aha, őket, hogy csinálnak valamit. Semmit nem csináltak. Ez egy iszonyatos rossz érzés nekem. Nagyon sokat vitatkoztunk apámmal, hogy szerintem ez egy iszonyat korrupt érzés, meg egy rossz arc ügy. És hát ráadásul nem ad lehetőséget egy csomó helyi gyereknek, akik szerintem, hogyha kapnának egy melegítőt, azok már büszkén hordanák, és megtanítanák vívni, akkor lenne valami státuszuk. Ők a vívók, és ott mennek az utcán, de ilyen nincs sajnos. Téged hogy kezeltek az olimpián, hogy nyilvánvalóan akkor a sportriporterek ilyenkor utána néznek, hogy milyen eredményeid vannak, egyáltalán Kongónak milyen eredményei vannak a világversenyeken ebben az adott sportágban, a vívásban. Mm. És hát az ezek szerint látszott a sporttörténelemben, hogy te vagy az első, aki vívóként Kongóból egy nemzetközi versenyen részt vesz. Éreztették ezt ott veled, hogy te különleges vagy? Nem, mert ugye nemzetközi érdeklődés annyira nem volt, ez Magyarországon durrantott valamilyen szinten nagyobbat. Na ide kellett a trütkó. Igen, hát mondjuk ez egy, hogyha tehát nincs a trütkó, senki nem tud erről Magyarországon. Onnantól kezdve viszont azért mindenki elkezdett hívogatni, meg ennek köszönhető az is, hogy utána elkezdtem színházazni, mert Tordi Géza pont látta a Napló című műsort, amivel benne voltam, és akkor pont kerestek egy srácot, aki úgy néz ki, mint én, és beszél magyarul. De senki, volt olyan, aki úgy néz ki, mint én, és nem beszélt magyarul. És volt, aztán, aki beszélt magyarul, csak nem úgy néz. Igen, más kontinensről. És na ide, és akkor utána Géza nézte a tévét, és egyszer csak ott beszéltem neki magyarul. Azt mondta, ez kicsoda. És akkor fölhívta az ismeret, a kollégáit, és ott nekem a Dolmány Attila nagyon jó barátom, hogy nagyon jó szinkronhang, és mondta, hogy hát ez a Szorel. És akkor fölhívtak másnap, hogy akkor kéne próbálni, mondtam nekik, hogy két hét múlva érkezek haza Athénból, addig nem. Próbálni, és akkor elkezdtünk próbálni. Szóval ilyen jellegű hozományai voltak, de... De te tudtad, hogy valamiféle hozománya kell, hogy legyen ennek a történetnek? Hát amikor lement a Napló, akkor tehát azt hiszem nem másnapra már tele lett a e-mail fiókom, meg a telefonhívás, meg akkor már sejtettem, hogy ebből lesz valami. Hát viszont... igen, csak nyilván az is lehet, hogy felkérnek, nem tudom, gála meccseket vív meg a világ másik pontján, érted? Valahogy öregbítsd az afrikai sportot, valahogy adj példát az afrikai éhező gyerekeknek. Annyira, lehet, hogy most ilyen túlrealista leszek, de annyira csak a pénzről szól ez kint. Lehet, hogy máshol. Már ő maga az olimpia? Nem is érdekli őket, csak utazhassanak valahova mások pénzén. És tényleg rossz ezt kimondani. Mert mégiscsak az egyik felem oda van, de hogy ez tény. Hogy nem érdekli őket ez az egész ügy. Tőlem hallottak 2004 decemberében először arról, hogy nem is először, de hogy ja, te voltál olimpián? Ja, tényleg? A helyi is újságírók. És akkor mondom, de mit csináltatok nyáron? Hát volt itt egy futóverseny. Itthon. Tudod, értette, nem érdekli ez az egész, mert senki nem utazhatott el. Ettől persze kezdve furcsa. De visszatérve a kérdésre, hogy a sportolók voltak érdekesek. Én például ettem együtt, meg edzettem együtt Maurice Greennel, az amerikai sprinter, aki 100 métert 10 másodperc alatt futotta le. Ott az olimpián, igen, ott adtattak együtt. Úgy lett, ja, ott igen. Igen. Ott az olimpiai falun belül. Úgy lett harmadik, hogy azt hiszem az első 9-4, vagy 9-5, 9-6 és 9-7-tel lett harmadik. Ez milyen befutó. És akkor vele beszélgettünk, és mindig nézte a nyakbalógómat, ami az Kongó, mesélj már, mi van, hogyha te nekik ez ilyen, meg nem tudják, hogy ki vagy. Igen. Azt se feltételezik róla, hogy te tudod, hogy ő ki. De még Mary Pierce-el utaztunk egy buszon a kajakkenú versenyre.
és közben együtt néztük a filmet, mert 2,5 óra volt az út, és még laptopot vittem, és akkor nézhetem, mondom, gyere csücs, és akkor leülsz, és akkor mondom, szia, Kembe Szore, Mary Pierce, hoppá, mondom, te. Szóval elképesztő teniszező volt. Szóval ilyen szinten inkább egy nagy családhoz hasonlít, mint hogy rivalizáljanak, vagy valaki azt mondná, hogy te érdekes vagy, meg ott volt az amerikai kosárválogatott, tehát ők érdekesek voltak, én nem. Hát igen, csak amikor itthon készültél még, és még nem volt napló, még nem ment le, akkor te mire számítottál, hogy ebből az egészből mi lesz? Hogy te majd, nem tudom, számítottál arra, hogy túljutsz az első néhány fordulón, voltak-e érem álmaid? Nem. De én ki akartam jutni, és ott nem akartam szégyenbe hozni azt a vívó dinasztiát, akinek köszönhetem az edzőmet. De 26 éves voltál. 28. Hát nyilván a következő olimpiára még mindig csak 32 lettél volna, tehát hogy akár arra is gondolhattál volna, hogy oké, Athén az első, és aztán majd jönnek a többi olimpiák. Igen, csak megláttam a kongói reakciókat, és ugye elvette a kedvemet. Ja, értem. Tehát nem akartam már ezt a szekeret tolni egyedül. De akár még most is indulhatnál akkor ezek szerint. Ezt úgy hívják, hogy szenyor, öreg fiúk. Akkor is kihagytál pár évet, most is kihagytál pár évet. Tehát. Most 20-ast. 10, aztán 20, a következő az 40. Na hát a legidősebb kongói vívó. Nem lesz nehéz ezt meghúzni. Egy van. Na jó, akadjunk le a vívásról, mert mondtad, hogy aztán az lett végül a hozománya, hogy Tordi Géza felhívott, és már voltak korábban is ilyen ambícióid, meg már munkád is volt, de akkor belecsöppentél a színházi világ mélyébe tulajdonképpen. Igen, a Budapesti Kamara Színház Egy cseppnyi című darabjába kaptam egy szerepet. Hogy hívják, a Verebes Linda, Bozsó Péter, Dolmány Attila, Hernádi Judit. Ez volt a szereposztás. Elég jó nevek. Egészen. Ja, és még nagyon sokat segítettek, mert ez egy pici kamaradarab volt, nagyon kicsi helyszínen, nagyon közel volt az első néző, mint ide nekem te, és volt egy csók jelenet. Ezt mindig így elmismásoltuk ott a próbán, hogy itt majd lesz egy csók, ugye, Verebes Lindával. És akkor én mondom, jó. És mondta Géza, hogy akkor a főpróba héten, viszont akkor te miért nem csókoltad meg a lány? Hát én mondom, tényleg, nem kell csókoljak egy nőt a színpadon. Hú, ott azért, tehát ilyen furcsa volt ez az egész ügy. És nyilván nem tanultad a színészmesterséget korábban, soha, tehát soha. Hogy ellested azoktól, akikkel együtt dolgoztál. Hát meg ott kérdezgettem tőlük, hogy ezt hogy csináljam, azt hogy csináljam. És aztán ugye a premier napján azt pontosan tudtam, hogy az én aktuális párom az jobbra ült tőlem, anyám még a hátam mögött, a Pindrok Csabi a velem szembe, én meg smárolgatom. Pindrok Csabi a Verebes Lindának a férje. És én meg csókolgatom a nőjét a színpadon. Olyan furcsa érzés. Jó, de a Pindrok Csabi teljesen jól tudta, hogy jó, de nekem akkor... Ez színpad. Tehát... Igen, tehát mindegy, és akkor így, na, ezek a dolgok voltak igazából. Ezek aztán, én meg úgy gondoltam, hogy ha már nem rúgtak ki az első héten, akkor biztos, hogy úgy csinálom, hogy jó. És ebből lett egy 3 éves együttműködés ott a Budapesti Kamara Színházban, és aztán utána átvitt a Géza, Tordi Géza már a játékszínbe, az Őrült Nők Ketrecébe. Rám bízták, Garas Dezső rendezte a Őrült Nők Ketrece című darabot, és én abban voltam a szobalány, Zsákob. Az, ami most az átriumban megy. Igen, ami még a nagyon-nagyon régen, talán 80-es években ment még az operetben, még a Haumann féle, az is parádé volt. Kembe Szorell Artúrral beszélgetünk, most a színész. Eddig volt a vívó, most a színész Artúrral beszélgetünk. És hát most megint visszakérdezem ugyanazt, hogy igazából akkor te a színészmesterséget nem tanultad, tehát nem kellett onnantól kezdve, nem mondta senki azt, hogy oké, most már itt vagy, jó a fizimiskád, van hozzá tehetséged, de legalább valami tanfolyamot végezzel? Nem volt egy ilyen, hogy legalább legyen egy papír arról, hogy te színész vagy? Nem volt. Én nekem max a beszédtechnikát kellett, ugye normális. Nagyon-nagyon zártan beszéltem régen, és akkor elhaptam szavakat. Senki nem értett, és pont a Garas Dezső mondta, ami az egyik próba alatt, hogy Szorán, én elmondok egy titkot a színházról. Van a díszlet, a jelmez, a fény, ez az egész közeg, ez a 75%-a. De legalább azt a 25%-at tegye már hozzá. De hogy nyilván egy kis színházban nincsenek mikrofonok, mikroportok, tehát a saját hangoddal hát beszél, kell át kell beszélni, így van. És ez nekem sokat segített az Attila, Dolmány Attila ebben, hogy akkor ott leültünk, ott beszédtechnikáztunk hosszasan többször. Ennyit tettünk hozzá ehhez, de hogy olyan nagy igény nem volt erre, hogy én elvégezzek bármit is. Senki nem is mondta, bennem sem merült fel, mert én úgy láttam ezt az egészet, hogy vannak ilyen lehetőségek, amiket én most kaptam.
ebből a státuszomból. De hogy fogadtak akkor el a többiek, akik viszont hosszú éveket tanulták ugyanezt a szakmát? De nem volt, sehol nem volt probléma. Például, tehát mindenki segített, mert azt akarta, látták, hogy azért, tehát pont ahogy az beszélgetésünk elején van, hogy nulláról indulsz, tehát meg akarod tanulni valamilyen szinten a lehetőségeidhez képest a legjobb szinten. És látták ezt a vágyat, meg ezt a szándékot. Tehát, hogyha azt látták volna, hogy ez a gyerek magasról tesz erre az egészét, lealibizi, akkor egészen biztos vagyok benne, nem segítenek. De akkor nem is vagyok benne, tehát akkor kikerülök belőle. Oké, de egy idő után te magad is elhiszed, nem, hogy te színész vagy? Nem. Tehát, hogy nem? De nem hiszem. Nem jött el ez a pillanat? Nem, még mai napig sem, én nem vagyok az, mert hát nem is akartam. Hát utána egy csomó munkát kaptál még. Így van, a fizimisámnak köszönhetően. De nem a tehetségemnek feltétlenül, és nem annak, hogy meg tudok tanulni szövegeket fejből. Nyilván az alap. Oké, de akkor most menjünk ebbe bele. Nyilván ma már hasonló bőrszínű ember sok rohangál az utcán. Bármelyik megkaphatna ezek szerint a szerepet csak azért, mert így néz ki. Nem, azért, nem. Hát nem, de hogyha mondjuk meg tudja tanulni a szöveget, nem késik el, maga megbízható, akkor lenne konkurencia. Kevés a színészethez. Akkor lenne konkurencia ezen a szinten, de nincs. Pont most forgattunk egy filmet egy magyar produkcióba, ami nagyon érdekes, mert magyar produkcióban gyakorlatilag nem szoktam. Tehát ami film, és nem televíziós sorozat, vagy ilyesmi. Pont beszélgettünk ott a vezető operatőrrel, és mondtam, figyelj, mondj egy szerepet, amit most el tudnék játszani bármelyik filmben. A Tatárjárósba, melyiket? Egyiket se. A Kincsemben mit játszottam volna? Semmit. A melyik filmben, hogyha meg tudjátok csinálni, valaki egyszer csak előszedi az egri csillagokat, legalább lesz egy esélyem, hogy a Jumurdzsákot... Egyébként az mekkora lenne? Nagyon nagy szükség volna egy friss egri csillagok. Óriás lenne, és légle lenne egy szerep. Hogyha nem Jumurdzsák, akkor az akárki, de hogy valami. Aha. De hogy mert nincsen ebben a kultúrkörben, Pár utcai fiúkból kit játszok egy Bokát? De tényleg, te nem tudod. Értem, és így gondolkodom is. És ez már innentől kezdve már csak szándék, mert Shakespearenek sem volt szándéka, hogy Denzel Washingtonra írjon egy karakter, de mégis eljátszotta. Tehát innentől kezdve már csak a szándék, a művészi szándék az, hogy megmerik-e mutatni másképp. Madonna jut eszembe, aki ugye, ő volt az első, aki egy videoklipben, a Like a Prayer-ben a Jézust fekete emberként mutatta, vagy képzelte el. Igen. Vannak erre... Tehát tényleg a művészi szándék az. Így van, vannak erre, hogyha valaki nyitott, akkor megmutatja így is. Tehát lehet egy kis kínai srác, nem ecsek. Miért ne? Kimondtam ezt a szót, hogy fekete, és közben elkezdtem magam szégyelni. Hogy, nem szabad, mert hogy ez oké. Okay. Az összes többi... És akkor mindjárt rátérünk a könyvedre, amikor én gyerek voltam, én 70-ben születtem. Ráadásul vidéken, Szekszárdon, és ki fogom mondani a szót, és nem azért, hogy megbántsalak vele. Mi a barna bőrűeket négereknek hívtuk, és nem volt semmi rossz szándék, érted? És a néger csók is, te is használod a könyved címében, az is egy... Tehát, hogy nincs benne semmi rossz szándék. Tudom, hogy Amerikában ezt a lealacsonyítóan használják, de ugyanúgy lehetne a fekete, tehát azt is lehetne úgy mondani. A barna bőrű, a kínai, érted? Ja, meg a hülye, ez is igen. Persze. De nyilván van, aki sokkal érzékenyebb erre, nyilván van, aki nem. Most ugye sokszor kapom én is a fejemhez, hogy ne legyen ennyire PC, meg minden PC is. Mm-hmm. Én nem vagyok PC egyébként. Tehát, hogyha ki kell mondanom dolgokat, azt szívesen kimondom. Mm. Tehát úgy, hogy bántás nélkül. Tehát, hogyha valami fehér, az fehér. Tehát nem fogom megtalálni annak valamilyen körbeírhatóan. Igen, de valaki nem azért olyan, mert fehér, valaki nem azért olyan, mert barna a bőre, nem azért olyan, amilyen, mert sárga bőre, bár van benne valami, mert nyilván másképp szocializálódott. Így van, így van. Na, szóval nem sértő, tehát csak hogy nem mindig van ott a helye. Tehát vannak olyan szituációk, ahol nem mondod ki úgy, mert hogyha azt mondod, hogy néger, most visszatérünk erre a kifejezésre, az a spanyolban adekvát, hiszen a negro az ott fekete. Igen. De hogy majd, tehát ez nem egy szó Magyarországon. Elmesélek egy történetet, kirándultunk a Bakonyban barátainkkal, akiknek van egy fekete kutyájuk, hát az a neve, hogy negro. Uh-huh. És ahogy kirándultunk, ott a sziklás, megyünk, és hát jött egy család, egy barna bőrű család. És hát velünk volt a kutya. Jaj, de szép. És hát suttogva mondtuk, ki nem mondjátok a kutya nevét, mi van a negróval, tudod? És akkor, hogy nem volt, ki nem mondja ki, hogy negro? És
De hogy hívjad vissza a kutyát, hogyha suttog? Igen. Negro, kutya! Hol vagy? Igen. És onnantól kezdve suttogva mindenki negro. És el tudom képzelni, hogy mentek előttünk ez a barna bőrű család, és mit gondolhattak rólunk? Hogy ja. Suttogva mondják a hátunk mögött, hogy milyen, na, figyelj, mi vagyunk a negrók. Megboldogult szegény. A Fradiban játszott a 70-es, 60-as évek vége, 70-es évek elején a Szőke Pista, Szőke István. Nekünk nagyon jó barátunk volt, sajnos most már nem él, de amikor lejártunk az ő vendéglátó egységébe, a Volán SC klubjába, ott mindig oda járkáltunk, akkor... Az hol volt helyileg? A József utcában. Uh-huh. De még amikor elkezdtük oda járkálni, igen, akkor ott még egy kocsisor elnevezésű hát intézményrendszer volt az utcán kitelepülve hölgyek formájában. És ez egy nagyon érdekes közeg volt a 8. kerületben. Mindig a felesége sütött, főzött, Pisti meg adta a sört, meg a boroskolát. Ezzel foglalkoztunk akkor. És ő mindig így hívott ezt. Na, hello, csoki golyó, mi van, Füsti? Meg ilyeneket mondod. De az egészen más a nexus. Tehát nem állsz oda egy kövér emberhez, azt mondja, mi van, Dagadék? Tehát nem mondasz ilyet neki. De ha jobban vagy, és azt mondod, hogy mi van, Pufi, ja, így hívod mindig, akkor nyilván nem sértődik. Így van. De nincsen gond. Tehát nekem is azért van, tehát van egy haverom, aki egyfolytán migránsozgat, de hogy ismerem. Én meg rá... Bocsánat, hogy nevetek. Én meg rácsapok egyet, mondom, figyelj, már átugrottam a kerítést, úgyhogy hagyjál békén. Kembe Szorell Artúr a vendégem. Ha már szóba került a könyv, hoztál belőle egy pár példányt, ennyi maradt meg, tehát, hogy... Van még. Jó, osztogatott. Van még, mert én elkezdtem magamnak így... Van otthon egy pár, nem tudom, x száz darab, és akkor azt most így viszem, hozom. Olvastam, hogy családi történeteket írtál, jegyeztél fel, édesanyád családfát állított, vagy érdekelte ez a dolog, és te jegyzetelted magát a történeteket, igen, és ebből lett a könyv. Igen. Tehát... Nem azzal a szándékkal írtál könyvet, hogy akkor innentől kezdve te a vívó, aki amúgy színész, és író, aki évente megjelentett egy új regényt. Nem, tehát, hát ez 11-es könyv, ez 2011-ben jelent meg, azóta meg még meg se fordult a fejem, blogot írtam valamikor egy-két évig. De hogy nem, hát lehet, hogy majd egyszer csak így kedvet kapok, de nem gondolom, hogy én író lennék, meg nem is leszek. Nyilván vannak gondolataim, de az más formában tud megnyilvánulni, nem kell hozzá könyv. De tényleg ez is egy olyan dolog volt, hogy igen, családfa, igen, sztorik, és közben volt egy könyvbemutató, egy hármas könyvbemutató, ahol felolvastunk könyvekből, és közben jött egy telefonhívás, édesanyám, fú, van egy sztori még, gyorsan megírtam, laptop, és mögöttem volt a kiadója annak a három könyvnek. És mondom, mit írsz könyvet? Mondd el, hogy is, hát küld már át. Jó, gyorsan átküldtem, minden mikrofont ragadtam, felmentem a színpadra, másnap hívtak, hogy akkor Eszter lesz a szerkesztőd, és akkor hát május, nem tudom, 77-ig be kéne fejezni a kéziratot. Mi család, mondom? Milyen kézirat? Hát a könyvednek a kéziratot, meg találj ki valami jó címet neki. Jó, mondom, akkor kitalálod. Na hát ezek azok a dolgok, amire az elején mondom, hogy te bátor vagy, meg van önbizalmat, hogy nem riadtál vissza, nem mondod azt, hogy jó, hát nem. Amire a legtöbben ezt mondanánk, hogy úristen, hát hogy, hát ki vagyok én, hogy könyvet írjak, hanem te azt mondod, hogy oké. Okay. Hát ez nem a Dosztojevszki bűnös bűnülés. Ezt azért tudni kell. Tehát nincsenek irodalmi magasságok és mélységek benne. Ez egy család, vagy családi, vagy nem tudom milyen regény, amiben vannak történetek, majd a saját kis gondolatmeneteimmel megpróbáltam megmagyarázni a végén, a fejezetek végén, hogy igazából az a fejezet miről szólt, szerintem. Aztán majd eldönti mindenki. Ugye az a címe, csak hogy jól olvassam, hogy jól mondjam, hogy gulyás leves négercsókkal. És akkor ezt feltételezi, hogy oké, okay, hogy te így születtél, te tudod, nyilván nekünk furcsa, mert hogy itt Magyarországon azért nem sokan születnek barna bőrrel, de neked ez volt a természetes, mert hogy te meg így születtél. De volt ilyen identitás kérdés, hát, hogy ki vagyok én tulajdonképpen? Persze, hogy a fenével. Tehát 89-ben én még emlékszem, akkor jöttünk haza Párizsból, édesanyám, mert ott éltünk. Uh-huh. És akkor még emlékszem a taxis blokkádra, amikor azt imádtam, mert hogy alapvetően mindenhol tehetett biciklizni. Igen. Korlátlanul, mert nem volt semmilyen forgalom a városban, és nekem ennyi maradt meg az, hogy előbújtak ezek az úgynevezett skinheadek a mindenfajta rejtekhelyükről, és csoportos garázdaságokat követtek el különféle emberekkel nap mint nap, és nekem is volt egy ilyen csoport, aki kitalált magának, és minden de minden nap meg ugyanazok megtaláltak minden téged. Nap, persze, én mindig más új útvonalon közelítettem meg a vívótermet, akkor a sulit, akkor haza is másképp mentett, de mindig összefutsz, és minden nap verekedtünk.
minden áldott nap. De ők általában mindig így csoportokban jártak, tehát persze, nem egy-egy ember. Igen, az egy. Hát nem sok esélyed van akkor. Tehát... Nem, de én vívtam, volt nálam egy kart. Ezt meg tudtam használni, és akkor mondtam, hogy akkor legyen kiegyenlítve az erőviszony. Tehát a 12 az 1-hez, akkor legyen nálam egy kartpenge, jó, de és akkor az nem volt semmi. Hát biztos, hogy volt, csak nem volt idejük használni. De ezt tudom, hogy ne, én akkor hosszú hajú rocker voltam, és mi ugyanúgy féltünk a skinheadektől, mert volt egy ilyen szokásuk, hogy volt náluk egy kés, vagy penge, vagy olló, vagy nem tudom, és fogták, és levágták a rockerek haját. Aha. Tehát hát, ők ezt csinálták. Figyelj, meg engem veletek egyszer... mit csináltak? Hát vertek. Engem egyszer vertek. De meg fehérre magam. Akartak verni, vagy mit? Nem hogy... tudom, ezt, meg elveszed a munkahelyemet, meg elveszed, mit veszek el, mondom, meg az iskolát. Mondom, figyelj, srácok, engem felvétel is folyamán felvettek. Én nem tehetek arról, hogy olyan hülye vagy. De beszélgettél velük. Ha persze, hát az elején még, amikor rájöttem, hogy ez igazából ez teljesen fölösleges, ez az előjáték, mert ebben a nexusban nincs semmi értelme, másfajta nexusban lehet, hogy sokkal több. Akkor inkább verekedjünk, mondom, csináljuk, és akkor utána valaki győz, és mindenki hazamegy, vagy nem. Tehát ennyi lett a vége. Egyszer vertek meg nagyon, akkor apám összerakta, itt még talán most is látszik, nem tudom melyik oldalamon a szemöldököm fölött, meg a szám, itt le volt fittyedő, minden, és apám összerakta, és akkor annyit mondott. Összerakta, az azt jelenti, hogy ő varta össze. Hát igen, meggyógyítgatott, és mondta, hogy figyelj, én nem akarok kórházba menni téged látogatni. Máshova szívesebben. És akkor utána azt mondtam, hogy igenis. És akkor mi beleálltál? Hát akkor én nem se vártam ezeket a beszélgetős részeket. Mondtam, hogy csatlakozt mehet, és az mindenki szaladszam a széljel. Úgyhogy ennyi, de azóta, tehát az akkor trauma volt számomra, most már így mesélek erről. De nem és tudom, manapság nincs ilyen? Nincsen. Hát valószínű azért de van. De beszólások például? Internetes fórumokon elő szokott fordulni. Ezért mindig bátrabb, igen, mindenki megbolondul, de hogy alapvetően nincsen. Talán egyszer volt még, amikor a nagy menekült válság volt, és nagyon sokan voltak Budapesten, meg a pályaudvarokon. És akkor mentem valahol, és akkor odaállt egy srác elém, azt mondta, hogy menjél vissza oda, onnan jöttél. Hát figyelj, én otthonról jöttem, nem megyek most haza. Van, megyek dolgozni. Van, azt tudod, micsoda? A dolgozni? Van piaszagúan reggel 7-kor, tudod mi a meló? Van, oké, én visszamegyek, értem, mire célzol. De akkor te is menjél vissza oda, onnan jöttél. Csak azt azért talált ki először, hogy hova, mert én tudom. Ha itt tanultál az iskolában magyar történelmet, akkor szerteágazó lehetőségeid vannak visszamenni oda, onnan jöttél. És csöndbe volt, így nézett a srác, és elment mellettem az utcán. Mondom, bele lehet állni a másikba. Tök fölösleges. Milyen élet ez? Hát, hogy érted, hogy én ebben mindig belegondolok, engem baromira bosszant, ha valaki ennyire korlátolt, hogy hát valami nem képes ezt felfogni. Hogy... De tudod, de egyébként meg nincs. Tehát érted, megváltozott ez az egész. Ráadásul nekem ugye voltak a televíziós szereplések, és ez egy más dolog. Aha. Mert ott vagy esténként az embernek a nappaliában, ő azt hiszi, hogy ismer. És ettől a perctől kezdve nincs baja veled. De hogy a többiek, veled nincs bajom, de a többiek. De azért nincs bajod velem, mert ismersz. Igen. De akkor te ismerd meg a többieket is, és akkor majd lehet, hogy lesz benne tróger. Jó, de hát... Előfordul, mert mindenhol van. Ez nem bőrszintül függ. Persze, mindenhol van tróger, tehát ezt nem tudsz az, amit csinálni. Gembe Szorell Artúr a vendégem. Figyelj, annyira elbeszéltük az időt, hogy igazából csak a múltban jártunk. Hogy mi van veled? Beszéltünk egy 11 évvel ezelőtti könyvről, beszéltünk egy, nem tudom, 18 évvel ezelőtti olimpiáról. Hogy mi van veled mostanában? Én azt tudom, hogy műsorvezetőként, színészként, és a műsorvezetésben rádió, tévé, minden benne van. Klippeket még készítesz? Tehát ez a cég még működik, amelyik klippeket készít? Működik, abszolút, igen. Hát most vannak ilyen hullámvölgyek, hullámhegyek, mert most azért mindenki kapott az apjától egy telefont, és akkor tehát meg a garázsban meg lehet csinálni a klipet. Tehát már nincs annyira nagy igény, főleg mióta ugye áttevődött a YouTube-ra, mert nincs zene, tévé, meg ilyen platformok. Nagyon kevés az a zenekar, akik az ilyen jellegű gyártott, nagy stábbal gyártott videoklipekre igényt tartanak. Hát meg pénzünk meg is valószínűleg. Lés sincs annyi. De hogy ez nincs is nagy baj, de közben ugye ez van, és nyaranta van egy ilyen szezonális helyünk, egy vendéglátó hely, aminek hát megörököltem az üzletvezetési részét, mert hogy azért az papírmunka is, és én meg vagyok olyan, aki el tud babrálni a papírral is.
De szereted is? Vagy csak el tudsz vele babrálni? A papírmunkát utálom, de hogy... Ki nem? De hogy igen, de hogy van hozzá, tehát amilyen online dolgokhoz azért van affinitásom, és akkor én csinálom ezt a részét. És hát vendéglátás az bejött egy új lábként az életbe, de meg természetesen a filmezés olyan fokon, hogy én 10-12 éve jól beszélek angolul, meg franciául, és amióta elkezdtek ide járni a külföldi produkciók, és nekik ugye a legjobb tudomásom szerint az adókedvezményért, amiért itt forgatnak, kapnak adókedvezményt, de ennek van egy dílje, hogy helyi szereplőket is kell alkalmazni, meg helyi stábot is kell alkalmazni. És ettől a perctől kezdve van egy ilyen win-win. Csak hogyha magyar színészek közül a két kezemben meg tudom számolni, hogy hány ember beszél angolul. Mm. Ettől a perctől kezdve... Vagy olyan szinten, ahogy mondjuk egy filmbe kell. Igen, hogy egyáltalán a one-linereket is, tehát az egy soros szövegeket is meg, mert az is lehet, hogy bonyolult lesz, hogyha nem beszélsz angolul, mert meghallják az egy másodperc alatt. Hát ha csak nem akcentusra van szükség. Igen, az viszonylag kevés. Igen, már általában kell ugye ilyen bűnözők, hogy orosz akcentus, és ilyen, mint így, na, oké, és akkor az általában árpattina mindig. De hogy tényleg, mi forgattunk egy színfilmet, ott is orosz bűnöző voltam, beszarok. Már bocsánat. És na, ezeket én elkezdtem felépítgetni még annó, bevállaltam a legkisebb szerepet is, amikor lehet, hogy is szólaltál meg, csak mentél egy rendőr egyenruhába egy kerten keresztül, és de közben gyűltek a kreditek, van egy ilyen IMDb nevű oldal, ahol egyből rácsekkolnak, hogyha felmerül a neved, és akkor rácsekkolnak, most már egy viszonylag hosszú lista van ott. De ez azért fontos, mert te szeretsz szerepelni, vagy ez mondjuk az egzisztenciát szempontjából fontos, hogy gyűjjön az a kredit? A kredit az azért fontos, mert ettől akkor hiszik el, hogy te odaérsz időben, meg tudod tanulni a szöveget, nem vagy link, nem tudják ki vagy. Nem is nagyon érdekli őket az amerikai Netflix produkciót, hogy te ki vagy. Igen, de akkor szerepeltetnek, hogyha ha ezek a mutatók jók, és akkor van neked bevételed. Akkor van bevétel, ráadásul ezek extra pénzek, amik ezek produkciókban mozognak, ezek tök jók. És de színházban vagy még? Nem, én azt ott hagytam, a jobban rosszban után ott hagytam az egész mindenséget. Még egy évig voltam a Víg Színházban, és érdekes, hogy ugye fölmondtam a jobban rosszban, a 3 hónap felmondás idő, kipörgetik a karakter, dec 31, jó berúgunk, január 1, józanodunk, 2-án, egyszer csak olyan egy telefon, hogy szia, Szorán Marton László vagyok, a Víg Színháznak a rendezője, főrendezője, és akkor beszélgessünk már egy darabról. Mondom, most hagytam ott az egészet. Akkor még egy évig csináltam az ösztáncot a Víg Színházba, és akkor azt is ott hagytam, és azóta nincs már színpadi ügy. Fia, ezek a filmek vannak sok, nagyon sok, tehát hála Istennek, mert és tudtam forgatni Jamie Foxx-al Robin Hoodban, benne tudtam lenni a Vajákban, benne tudtam lenni a Shadow and Bombban, egy csomó filmben, olyan emberekkel, hogy betoljok. Volt, aki világsztár is kijött hozzánk a vendéglátó egységbe, megvendéglehetünk, aztán valamikor amikor el tudott már menni, akkor elment. Szóval óriási. És mennyire van tele a naptár? Te tudod-e, hogy mit fogsz csinálni nyáron? Tehát ilyen szinten meg vagy? Nyáron biztos, hogy a vendéglátás van. Tehát de hogy filmes szinten így? Filmes az olyankor nagyjából, itt ennek van két periódusa, az ősz, meg a tavasz, és akkor utána off-akon egy kis pihenő nekik is, és akkor elindul megint össze. Tehát mi ugye milyen casting direktorokkal vagyok kapcsolatban, akik majd mondják, hogy Szorán, figyelj már, vagy két opció, vagy otthon csináld meg a videót, ez a jelenet, vagy gyere be, és akkor megcsináljuk itt a videót a stúdióba, és akkor kiajálják a karaktert. Nem biztos semmi sem. Mert lehet, hogy egy olyan az akcented, mert biztos, hogy van akcented, nem vagy native English egyfolytában, meg hogyha egy brit produkció jön, akkor cseszheted az amerikai akcentusodat, mert az a másik felet. Olyan érdekes, de hogy azért beszokott jön. Most azt mondom, hogy 10 kísérletben még 3-4 célba talál, és akkor az már oké. Meg nagyon profi. Tehát úgy kezelnek abban a 3-4 napban, 5 napban, amíg velük forgatsz, mint hogyha te lennél a főszereplő. És az egy más emberi tartást ad ebbe, mert máshoz vagy szokva. Boldog ember vagy? Elégedett vagy mindazzal, amit elértél? És mindaz, amiről most beszéltünk itt az elmúlt egy órában? Ezekkel igen, majd igen, most vannak más célok, és majd akkor leszek még boldogabb, hogyha azokat is sikerül elérni. Igen. És azokról előre szeretsz beszélni a céljaidról, terveidről? Beszélhet, de persze, abszolút, de én szeretnék egy kicsit nemzetközileg működni.
édesapámnak segíteni. Hát egy, igen, az, hogyha azt a lábat meg lehet jobban erősíteni, az tök jó lenne. Meg apámnak segíteni, mert ő közben Afrikában belül üzletel, tehát kereskedik, és akkor ja, abban van potenciál, csak hát ő is már öregszik, és akkor előbb-utóbb kell valaki, aki ezt tovább viszi, meg segíti őt. Tehát ez a kettő, hogyha tudna így balanszálni, akkor tök jó lenne. Meg hát, hogy legyen, tehát a lányom tök egészséges, boldog ember legyen, nem kell, hogy 66 diplomája legyen, legyen boldog abban, amit csinál. Attól féltem még most egy pillanatra, hogy véletlenül megszereti ezt a színész dolgot. Miért baj az? Hát vannak boldog színészek, nem? Hát előfordul, igen. Én még nem találkoztam. Na, hát akkor legyen ez a cél, hogy a lányod legyen boldog színésznő. Hát boldog. Hát, legyen boldog, jó. Kembe Szorrell Artúr, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.